nem látom a magyarok a világ 8000-esein folytatásának a kulcsát per pillanat. Én úgy gondolom, hogy itt a 12. 8000-esnél mi megállunk. Megtalálták-e a két egymászat? Igen, nem. Az egyiket, Petit sikerült beazonosítani, Zsoltot nem találták meg. Tegnapra már több mint egy méteres hó beköszöntött a monszun, fedi a Himalájának ezt a részét is. A magyarok a világ 8000-esei expedíciós sorozat technikai és hegymászási főnöke Erős Zsolt. Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag Erős Zsolt dönti el és mondja, mi ezt, ezeket a dolgokat megbeszéljük, de a fölsőbb régióban kifejezetten és kizárólag az ő döntése az, ami működik, ettől függetlenül még lehet javasolni, lehet mondani. Én magam nem javasoltam semmiféle ellenlépést arra vonatkozóan, amit Zsolt elhatározott. Nem volt oka ugyanis. Tökéletesen megegyezett a véleményünk. Semmiféle olyan jel nem volt, ami arra engedett következtetni, hogy ebből bármilyen probléma lehet. Kis Péter visszafordulása és nem odafordulása, igen, valóban nem normális dolog. Én is azt gondolom, eszembe nem jutott volna, hogy ilyen lehet, 8000 méteres csúcs után lefelé menet, ilyen lehet. Nem láttunk semmit, azt állítasz, amit akarsz. Egyáltalán nem is ez a lényeg, mert azt is mondtad, azt is tudjuk, hogy amikor Zsolt kérte a segítséget, és azt mondta, hogy porzosan felment, és nem látok meg ilyesmi, azt mondtad, Zsolti, tudod, hogy ez mit jelent? Hát akkor ez volt a biztatás, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy ennél erőt, energiát kapjon, valami olyasmit mondani, és ne az, hogy tudod, hogy ez mit jelent, de Zsolt nekem ott fentről az súlya, hogy esetleg az igazság úgy derülne csak ki, hogyha a rádió beszélgetéseket mind-mind vissza ellenőriznék. Zsolt szinte teljesen elveszítette a látását. Tudom, mert mondta. Uh-huh. Tehát mi beszéltünk folyamatosan. Nem lát, nem, semmit nem látok. Na Zsolt, próbálj meg valamennyire egy picit lejjebb jönni, mert nagyon magasan vagy. Peti nincs. Szinte lement. Mondta Zsolt, hogy szerinte lement. Én nem gondoltam volna, hogy ez így van, mert hogyha Peti visszament, akkor mi hagyta volna, nem. Nem, ott szerintem Peti végre gyengült, és egy rossz lépéstől azt gondolom, hogy ott, és ez biztos is, az, hogy lecsúszott, az egészen biztos. Hogy ugye szó volt arról, hogy vannak fotók, amin Kis Péter fölismerhető. Na most, sőt, még arról is volt szó, hogy azonosít. Ottad, vagy azonosítva lett. Én magam, igen. Igen. Most ez a fotó, ez nincs, vagy ez, mert most az is kiderült, hogy a fotó nincs. Tehát most azt olvasom, lehet, hogy rosszul. De a fotó vagy... megvan, meg tudom neked mutatni. Ja, bocsánat, akkor azt csak én nem találkoztam. Ez az én fotó. Mécs László apunknak azt nyilatkozta, hogy elég transzparens, hogy nem lett volna szabad ebben a formában ezt a csúcstámadást végrehajtani. Önnek beszélt erről vele? Mi a véleménye erről az álláspontról? Nem beszéltem Mécs Lacival erről, és nem is akarom kommentálni ezt a nyilatkozatot. Én elmondtam erről a véleményemet, elmondtam azt is, hogy hogyan vélekedtünk Zsoltról, elmondtam azt is, hogy bizonyos értelemben ez a nemzetközi csapat hogyan vélekedett Péterről. Itt megkérdezték, hogy Ákos éppen, hogy akkor ez hogyan volt, én erről elmondtam. Én nem tudok el Mécs Lacival vitatni, nem is akarok. De nincsenek semmilyen, tehát így szakmai párbeszédben sem ezek? Mécs Lacival? Igen. Nem igazán. Ide se jött el, meghívtam pedig Mécs Lacit, nem jött el. Most mit mondjak el? Mécs Lacinak ez a véleménye, hangoztassa sokat, csak vigyázzon rá, mert csendbe bulónak fogják nézni.